Dávid Ferenc a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mondom, hogy ezekről a témákról beszélgetünk, amik itt a címoldalokon szerepelnek. Kezdjük messzebbről kicsikét. Varga Mihály elment egy konferenciára, és megismételte azt, amit nagyon sokan hagymáznak gondoltak Orbán Viktor bejelentései nyomán, az egy kulcsos személyi jövedelemadót, a 16%-os a cégeket sújtó adó csökkentését, az esetleges áfa csökkentést. Tehát, hogy ezt egyszerre mindet 2018-ig. Azt mondta Vértes András péntek este, hogy ez olyan 1000 milliárd, ez egyszerűen nincsen benne a költségvetésben. Mit mondanak önök? A költségvetésben nincsen, meg ne, a magyar gazdaságban nincs benne. Nyilvánvaló ahhoz, hogy ilyen mértékű adócsökkentéseket, akár a személyi jövedelem adó vonatkozásába, akár a forgalmi adó vonatkozásába meglépjen a kormány, az csak akkor lehet, hogyha jelentősen bővül a magyar gazdaság. Márpedig minden valamire való intézet, amelyik gazdasági előrejelzéssel foglalkozik, azt mondta, hogy a gazdasági fejlődés a tavalyi évhez képest lassulni fog. Tehát én a forrás oldalról nem látom a dolgot, hogy ezt hogy lehet meglépni, anélkül, hogy kilukadjon a költségvetés. Márpedig a költségvetési stabilitás, pontosan tudjuk, hogy ez egy első számú fontos. Egyébként nem csak az állam részére, ez a vállalkozások számára is nagyon fontos, hogy stabil legyen, hiszen ha ez kilukad, akkor adóemelés, és ha adóemelés, azt a vállalkozók fogják megfizetni. Miközben adócsökkentésről beszél. Hát ezt megszoktuk, ezt, hogy ez kettős, kettős beszédet. Ez egyfajta tapolca ajka kapcsán. Én politikai kérdésekkel nem szeretnék foglalkozni, de én azt, annyit hagyd mondjak, hogy én ezt az üres beszédnek tartom, tehát nem megalapozottnak, nem láttuk, hogy mi van mögötte, hogy milyen számítások vannak, milyen hatástanulmányok vannak mögötte, hogy rátérjük mondjuk. Ezt a szót te használja, kérem. Jó, olyanok nincsenek. Jó, akkor nincsenek. Vagy nem tudom. Tehát akkor olyan dolgozatokat írnak, olyan felméréseket készítenek, amelyek megalapozhatnak egy ilyen adócsökkentést. Mert hogy hatástanulmány az nincsen, az NGM legalábbis azt mondja, hogy az a hatástanulmány, amelyet most már a szerzőjét is ismerjük, most már azt is lehet tudni nagyjából, hogy az egyharmadát írt ennek a hatástanulmánynak, és volt erről szerződése az NGM-mel, hiszen az átlátszó.hu-nál megjelent az MS Concord BT társtulajdonos, a Mátyási Sándor szociológus egyetemi oktató, vállalva azt, hogy ezt a nem létező hatástanulmányt mert bizony ő megírta. Szóval azt az NGM-től tudjuk, hogy ez nincs. Akkor is, ha van. Hát én csak azt lehet mondani hétfő hajnalban, hogy attól egy hazugságot sokszor ismételnek, attól nem válik igazsága vagy valósággá. Pontosan tudjuk, hogy akkor most már legalább egy valamennyi tudunk, hogy elkészült, ez egy nagyon nagy dolog, mert akkor az azt jelenti, hogy ha elkészült, akkor ez a betéti társaság jogosan vette föl a 3.187.500 forint bruttó vállalkozási díjat. Azt viszont nem értem, hogy ha elkészült, akkor miért nem hasznosult. Ugyanis ezt a tanulmányt nem osztották meg a tárgyaló partnerekkel akkor. Én nem láttam például személy szerint ezt a tanulmányt, bizonyára nagyon érdekes. Viszont az, amit a Népszabadságból megtudhattunk, hogy milyen hatással járhat a vasárnapi zárvatartás intézménye, ugye azok a komoly számok, ugye, hogy legalább 50 milliárd forint költségvetési hiánnyal, több 10 000 ember elbocsájtásával, azért azt gondolom, hogy ezeket mindenkinek el kell gondolkodni, és akkor még hozzáteszem az 50 milliárdba, ha jól idézte a Népszabadság, már pedig miért ne tette jól, direkt költségvetési kapcsolatról beszélt, nem tudjuk, hogy iparűzési adóba, a óriási adóbevétel, a helyi iparűzési adóba, az vajon mennyi lehet a kiesés? Egyébként meg hát annyit erről, hogy Mátyási úr azt mondja, hogy bár ő titoktartási szerződést írta le ezzel a kutatással kapcsolatban, mint szerző. Ez rendben is van, de az adatok, az adatok nagyjából azok, amiket a sajtó idéz. Ugye tételesen ezt nem tudja közölni. Most nem az ön dolga, én tudom, csak hogy hirtelen eszembe jutott, hogy nem kéne a csodába elmennie annak az embernek az NGM-ből, aki folyamatosan hazudozik és hazugsággal traktálja a magyar közvéleményt? Hát ez nem egyes száma kérdés, annak az embernek, azoknak az embereknek, akik egyébként közpénzből csináltattak tanulmányt, és ezt a tanulmányt nem mutatják meg azoknak, akikről a történet szó. Teljesen egyetértek szerkesztő úrral, bizony több embernek kellene elmenni és levonni a konzekvenciát ebből a kommunikációból. Hát ha ez egy következményekkel bíró ország lenne, akkor ez így lenne nyilván. Na most akkor nézzük, hogy mi történt tegnap, illetve hogy mi történik itt a jövendőben. Én tegnap a Velencei tópartján jártam, egy pékség volt az egész tóparton nyitva, nekik nem volt mit árulniuk, mert akármit sütöttek, azonnal szétkapkodták, tömeg volt a pékség előtt, és többen kérdezgettek, még engem is, aki hát nem vagyok ott őslakos, hogy mi van itt nyitva. Mondtam, hogy szerintem ezen kívül a világon semmi. Mi lesz itt nyáron? Hát hogyan képzelik el? Hát csak azt tudom mondani, hogy az idegenforgalma ennyire nem törődnek, és a belföldi idegenforgalom most még ebben az időszakban, de gondolom. De azt mondják, hogy az idegenforgalomnak lesz pontosan ez jó, ez a döntés, mert majd mindenki utazik. De hát ebben nem bonyolódjunk bele, mert ez annyira földszintes ez az érvelés, én is hallottam ezt, hogy mindenkinek jó lesz, mert bezárjuk a boltokat. Én is
tegnap tapasztalatokat szereztem, kettőt tudok önnek mondani, hasonlóan negatívot egyébként. Én a szombaton voltam a Fogarasi úti Tesco-nál, ott azért háborús helyzet volt a parkolóban, illetve vasárnap elmentem, illetve kollégáim küldtek nekem fényképeket a West Endről, a West End az kísértett kastély. Tehát nem értem, hogy miért cél az, hogy a fogyasztást így mértékben korlátozzák, így mértékben befolyásolják, és amit még szeretnék önnek elmondani, amerre jártam, azért nagyon sok helyen ismernek, az ATV jóvoltából is, mindenki, 100%-ban mindenki az utcán hozzám szólt, voltam a Széchenyi fürdőbe, ott is megállítottak az emberek, hogy ne hagyjuk, hogy ne hagyjuk, hogy ez így maradhasson, és én azért is örömmel hallottam az előbb a Népszava felkonfiánál, hogy most vannak olyan még nem megerősített hírek, hogy a kormány tudja azt, hogy ezt az intézkedést vissza kell vonni. Eljön az idő egyébként, amikor maguktól rájönnek, ha nem, hát akkor jön a népszavazás. A népszavazás most már egyre erő, hogy már erő, egyre nagyobb esélye van. Hogy az átmegy, hogy az megvalósul? Tessék? Az megvalósul? Hát a kúria kezében van a döntés, én azt gondolom, hogy a kúria annak ellenére, hogy egy nagyon szigorú, nagy tekintélyű jogászklub és rendszerűen nagy hatáskörre rendelkezik, de nem szakadhat el a társadalmi valóságtól. Hát azt nem teheti meg, hogyha Magyarországon több százezer ember majd ezt aláírásával bizonyítja, hogy ő ebbe a kérdésbe dönteni akar, akkor ők nem zárkozhatnak be a tudós irodáikba, és azt mondják, hogy nem. Lehet, hogy ez nem májusban, lehet, hogy ez nem júniusban, de előbb-utóbb ebbe a kérdésbe lesz népszavazás. A VOSZ-nak milyen eszközei vannak, ha ez nem? A VOSZ-nak most idézőjelben vagy nem idézőjelben sajnos nekünk nincsenek olyan eszközeink, mondjuk, mint egy szakszervezetnek vagy egy civil szervezetnek. A vállalkozói identitásról távol áll az, hogy tüntessünk, hogy demonstráljunk, hogy szabotás, nekünk ez a jogkövető magatartás. Én ezt is szeretném egyébként mindenhol sugározni, hogy senki egyetlen követ nem vethet, mi az alaptörvényből kiindulva, a népszavazási törvényből kiindulva, ha most lehet így is mondani, egy picit birkamódra, de akkor is jogkövető magatartása, balhétkész gerjesztése nélkül végig fogjuk vinni ezt a folyamatot. Nekünk, és van még egy eszközünk, ugye, hát önök a média, ahol egyébként, hála a jó Istennek, nagyon sok helyen, egyre több helyen érdeklődnek, engem is hívnak, kollégáimat is hívják, hogy beszéljünk erről. Ezt a dolgot, ezt felszínen kell tartani, ez a, mondjuk én magamnak is azt érzem, hogy ez a feladatom, de olyan jellegű eszközünk, ami hatékonyan meg tudná folytani hirtelen ezt a dolgot, nincsen. Az szerintem már egy nagyon komoly dolog lesz, hogyha 200 ezer aláírás helyett mondjuk már 800 ezer aláírásunk lesz, akkor rögtön észbe fognak kapni a fiúk, akik nem olvasnak tanulmányokat, meg nem készítetnek tanulmányokat. Mit vannak ezek a számok? A több tízezer, mondja ön, elbocsájtandóról, a tanulmány szerint, az engem tanulmány szerint több mint tízezer. Önöknek van kutatásuk, saját anyaguk? Nekünk korábban volt kettő darab, volt egy, amit egy vállalkozással készítettünk el, a piacon ismert vállalkozással, kutatócéggel, hasonló, illetve egy picit még keményebb számokat hozott le, mint amit most megismertünk ebből a pár számot, illetve a VOSZ kereskedelmi és szolgáltató szekciója is készített ilyen felméréseket. Itt nagyon fontos, itt most lehet azon vitatkozni, hogy nem 12 ezer embert fognak elbocsájtani, hanem 18-at. De egy biztos, hogy munkahely ebből létesülni nem fog. Adóbevétel többlet nem lesz, turisztikai bevétel nem lesz. Tehát mindegyik egy irányba mutat, hogy itt negatív hatásokkal kell számolnunk a jövőben. Van egy olyan felmérés, ami szerint a legkiszolgáltatottabbak kerülnek az utcára most is. Tehát nem azok, akik állandó munkahelyen rendelkezve dolgoznak ott, hanem a részmunkaidősök, a kismamák, akik hétvégén tudnak csak munkát vállalni. Tehát igazából a nagyok fognak elbocsájtani, nem a kisboltok, és a nagyok pedig azokat, akiket a legegyszerűbb. Hát illetve a nagyoknál, és ez nagyon jó, hogy ezt felvetette, én is azt gondolom, hogy a legesendőbb munkavállalókról lesz szó. A kismamákról, a nyugdíjasokról és a diákokról. És ezt ugye ezt lehet balhé nélkül. Nem kell bejelenteni tömeges létszámlaépítést. Általában ezek az emberek határozott időre szóló munkaszerződéssel rendelkeznek. Kikopik szépen a szerződése, és eltűnik a munkaerőpiacról. Tehát ez a nagyoknál sajnos így lesz, mint csak a szakszervezet tudja őket megvédeni. De van egy másik szegmens is. Az a kisvállalkozói kör, amelyik mondjuk van 6-8 üzlete, és a 6-8 üzletében alkalmazottakkal bonyolította le eddig a forgalmat, most ugye abba kényszerítik bele, hogy családtagjaival, vagy tulajdonos társaival. Ő nem is tehet mást, mint hogy bezárja a boltjait, és elbocsátja az alkalmazottat. Tehát a nagyoknál és a kicsiknél is lesznek a vesztesek. A nagyoknál talán azért nagyobb a védelem, mert rendezett munkaügyi kapcsolatok vannak, szakszervezet van, esetleg segítenek elhelyezkedni, de igazából a igazán nagy pofonokat a mikro és középvállalat kisvállalkozói szférában fogják kapni a munkavállalók, ami rendkívül szomorú. És még egy gondolat, amire nem szoktak beszélni, ahol a nagyoktól való elbocsátást nem tudja a kicsi felszívni, hisz nem alkalmazhat.
hisz munkaviszonyban nem létesíthet velük jogviszonyt ezekkel az emberekkel. Tehát nincs az az átjárás, amit meséltek, hogy a nagyokból, hogy a forgalom is átsétál, majd a munkavállalók is átsétálnak. A törvény tiltja, hogy átsétáljanak. Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy meghívott.